ez a Rubens van Dyck és a Flamand festészet fénykora kiállításunk az év nagy kiállítása lesz. Besorolódik abba a sorozatba, amelyet jó pár évvel ezelőtt kezdtünk el, és a saját gyűjteményünk pillérjeire támaszkodva építünk föl. Ilyen volt a El Greco Velázquez Goya a spanyol gyűjteményünkről, ilyen volt később a Itália reneszánsz és barokkról szóló nagy kiállításunk Botticelli-től Tizianóig, illetve Caravaggio-tól Canalettóig, és ilyen volt a záró nagy kiállítás a Szépművészeti Múzeum nagy rekonstrukciója előtt, a Rembrandt és a holland arany évszázad. A mostani kiállításunk is egészen különleges lesz, a flamand művészetnek a fénykorát mutatja meg, Rubens és korát, Van Dyckét nem véletlen van ő is benne a címben, hiszen két kiemelkedő festőgéniuszról van szó, akik korukban is már rendkívül sikeresek voltak, igazi festőfejedelmek és fejedelmek festői, hiszen mindannyian udvari szolgálatban álltak, sőt Rubens maga ugye híresen diplomata is volt, és valóban rendkívül sikerük volt, és a ma a világ nagy múzeumai őrzik, nagy királyi gyűjtemények örököseit, a életművek legjavát. Hál' Istennek az elmúlt években olyan kapcsolatot sikerült kialakítani a világ legjelentősebb közgyűjteményeivel, hogy kölcsönöznek, szívesen kölcsönöznek kiemelkedő főműveket is, aminek köszönhetően valóban jelentős nagy kiállítások jöhetnek létre Budapesten, és a Rubens van Dyck kiállításunk is ezek közé fog tartozni. Kiemelném például azt a művet is, amit mögöttem látható, és a kiállítás egyik főműve is, számtalan anyagom, talán az utcán is fognak vele találkozni, vagy járok elők, hiszen ez a fantasztikus Rubens mű, amelyik egy genovai előkelő hölgyet ábrázol, Washingtoni Nemzeti Galériából érkezett, és azt mutatja, hogy szemben a Rubens gyakran egy kicsit közhelyes megközelítésével olyan gyönyörű portékat is festett, egyedi karaktereket bemutató arcokat, amelyek kiragyognak a világ portréfestészetének a legnagyobbjai közül is. De itt van például lányának, Carla Serenának egy gyönyörű portréja, sok arcát ismerjük meg a mester. Számtalan remek mű, kiemelkedő főmű van az egyes életművekből itt a kiállításon. Önmagában Rubenstől és Van Dycktól több mint 40 mű, tehát ez egy igazi tűzijáték lesz főművekből, remek művekből. Köztük nagyon fontos az a kép, amelyet néhány hónapja sikerült megvenni. Ez év elején vásároltuk meg a Christie's egyik aukcióján a kormány támogatásával. 100 év a legjelentősebb vétel volt a Szépművészeti Múzeum történetére Van Dycktól a Stuart Mária hercegnőnek az esküvői portréját, amelyből több változat is készült, de ez a legelső. A második talán érdekes elmondani, hogy a királynő báltermében van a Windsori kastélyban. Tehát egy igazán jelentős műtárgy most együtt ragyog a többi kiemelkedő Van Dyck főművel, és ez már a Rubens főművek között is. Olyan kiállítás fogja várni most a látogatókat, amely még sosem volt Magyarországon a flamand művészet legjavát bemutatva, és biztos vagyok benne, hogy ez a több mint 120 mű egy olyan kiállítás élményt fog adni, amire lehet, hogy az emberek még most is vissza fognak jönni, még aki látta is egyszer, mert olyan gazdagok, olyan színesek, olyan kiválóak ezek a művek, és valóban az egyes szekciók is olyan gazdagon mutatják be a kort, hogy lehet, hogy egy kirándulás, egy tárlatlátogatás nem is elég a befogadására.